Én azt hiszem, hogy a modern iskoláknak folyamatosan fejlődniük kell, a tanároknak folyamatosan tanulniuk kell, hiszen mindig újra és újra kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket egy új jövőre felkészíteni. Úgyhogy szervezünk egy klubot tanároknak, ahol egymással, egymástól tudnak tanulni. Ugyanúgy, ahogy a gyerekeink az iskolában, kis csoportban, saját élmény alapon, projekteken keresztül, néha online, néha a csoportban tanulva. A lényeg az az, hogy mindenki azzal foglalkozik, hogy hogyan tud még jobb tanár lenni, vagy akár pályakezdők hogyan tudnak gyakorlatot szerezni, vagy azok, akik épp most akarnak tanárrá válni egy másik karrier után. Ahogy együtt dolgoztunk öten, sokat tudtam tanulni másoktól, illetve csomó visszajelzést kaptam magamra is, hogy hogyan viselkedek én, illetve mi az, ami engem inkább aktivál, vagy lendületbe hoz, és mi az, ami passzívabbá tesz. Úgyhogy egy 3 hónapos klubban mindenfélét kipróbálunk. Online tanulás, offline tanulás, csoportos tanulás, egyéni tanulás, projekt, munka, foglalkozás, vezetés. Olyan foglalkozást terveztünk óvodásoknak, ami arról szólt, hogy mindenki másképp egyforma, tehát egy érzékenyítő foglalkozást. Beszéltünk a szülői értekezetek hatékony tartásáról is, és most azon gondolkozom, hogy a legközelebbi szülői értekezeten hogy fogom ezt szervezni az érzékeny témák megbeszélésére. Bevallom őszintén, hogy időről időre átcsúsztam én is résztvevőbe, mert annyira bevonzott ez a lehetőség, hogy csoportban tudunk együtt ötletelni. És azt láttam az én kis csoportomon, ahol a legtöbben a közoktatásból jönnek, hogy ez egy nagyon felszabadító közeg és lehetőség számukra. Volt egy mentorunk, bármivel fordulhatunk hozzá. Elég laza volt, viszont mindig volt egy ilyen aranyfonál, ami vezetett minket. Mindenféleképpen úgy élem meg, hogy hasznos, amit itt tanultam, hiszen egy szülő szempontjából tudok véleményt hozzáadni a mindennapok történéséhez. Gyereknevelésben úgy érzem, hogy szemléletváltáson estem át. Tanulásban való hozzáállásomban itt megismert Nathiet szemlélet, az nagyon áthatja a mindennapjaimat. Nagyon sokat tanulhatunk egymástól. Én például azt tanultam itt meg, és arra jöttem rá, hogy mindenhez igazából csak kellő inspirációs forrás, motiváció kell, és amit szeretnék, azt megtanulhatom. Mások megértését nagyon jól lehet gyakorolni ezekben a helyzetekben, illetve másokkal való együttműködés és mások elfogadását.